A gazdasági versenyhivatal 7 vállalkozóval és 8 egyéni vállalkozóval szemben kezdeményezett eljárást. A 15 autós iskola összesen 20 millió forint bírságot kapott. A cégeket azért büntették meg, mert állítólag 2012. április 5-én egy találkozón megegyeztek, hogy két lépésben összesen 20 ezer forinttal emelik meg a B-kategóriás tanfolyamdíját. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinél ugyanannyiba került a jogosítvány, hiszen nem az árról, csak az egységes áremelésről állapodtak meg, olvasható a gazdasági versenyhivatal közleményében. A legnagyobb büntetést, több mint 9 millió forintot az áremelés találkozójának állítólagos megszervezője kapta. Kerestük az ügyben érintett autós iskolákat is, de nem kívántak nyilatkozni. Kamerán kívül annyit mondtak, hogy az ítélet nem jogerős, és mindannyian fellebbeztek ellene. Egy B-kategóriás jogosítvány megszerzése körülbelül 150 ezer forintba kerül. Kíváncsiak voltunk, hogy a győri fiatalok mit szólnak ehhez az összeghez. Jó ára van, az biztos. Szerintem az drága egy kicsit. Megdrágult ahhoz képest, amilyen volt szerintem. Az évek tendenciát nézve elég drágább lesz. Vagyis így a családban egyre drágábban szerzik meg jogosítványt. Így tavaszra tervezem én, csak még nem tudom, mennyibe fog kerülni. Akkor, amikor csináltuk az akkori árakhoz képest, szerintem úgy nagyjából reális volt. A gazdasági versenyhivatal határozatát honlapunkon is elolvashatják.